emlékezni nagyon nehéz. Édesapádról mit tudsz? Egyszer láttam az életemben, tehát anyám ment Amerikába. És soha többet nem látom itt. Háború alatt születtem, édesapám a fronton volt, sok volt a nélkülözés, körülöttem a félelem, és a végén jöttek az oroszok. Az édesapámat én megismertem, talán 4 vagy 5 éves lehettem, mert dupla hadifogságban volt. Az édesapám nem tudom, hova vitték el. Őket kinyírták a háború végén, az egész szakaszát kinyírták. Mi volt háború után? Talán a nélkülözés, gyakran menni kellett a répaföldre, ami maradt, kiszedtük a földből, szóval nagyon nehéz volt az élet. Soha nem laktam jól. Mindig arról álmodtunk, hogy szeretnénk egyszer egy olyan sűrű levest tenni, amiben megáll a kanál. Szomorú volt az élet, igen. Anyám meg nem keresett sok pénzt, nekem kellett dolgozni. 8 éves koromban sarabolni jártam a vasútra, de mégis megmaradtunk. Sztálin elvtársnak a születésnapján nekem kellett elmondani az életét oroszul. És csináltam 1-2 hibát, akkor nagyon megharagudott rám a Masa néni. Béla vagyok, születtem Sopronba, 42. március 2-án. Spátai Lászlónak hívtak, most Spátai Zsam vagyok. Magyarországon voltam 13 kerület Angyalföldbe. Sorbán Gyula, Budapest 9 kerület, most pedig Tuloni lakos vagyok. Morvai Tamás, Budapest. Most Vennszürkáram, ez egy kis falu, körülbelül 50 km Tulontól. Szecskó Tibor, Gyöngyös, Heves megye, jelenleg Aix-en-Provence-ban lakok, már 1971 óta. Én Sors Sándor vagyok, 1939-ben születtem Budapesten a János kórházba. Manapság Szeptem városában lakok, 2 kilométerre Marseille-nek a határától. Neves Sándor vagyok. Az apám kántor tanító volt Őcsényiben. Én Algériából érkeztem ide 62-be. Korzikán élek. Én Szabó László vagyok, Zircről. Mielőtt a légióba jöttem volna, 15 éves koromban hadifogoly voltam, 13 hónapot amerikai fogságban voltam. Az 56-os események, ez egy nagy robbanás volt, ami mindent megvilágított, hogy nincs szabadság, diktatúra van. Én ott voltam, lehet mondani, az első pillanatban. 2 vagy 3 elmentünk a műegyetemre megnézni, mi van. Nagy tömeg volt, és mindig nagyobb lett. Fogtuk egymást, és főleg akik elől mentek, azok egymásba karoltak. A Vemszobor mögött laktanya volt, és akkor kinyit az ajtó, és kijöttek a katonák egy zászlóval, és akkor a zászló közepén volt egy lyuk. Az első lövés, amit lőttek a tankok Hillyá laktanyára, kaptam egy szilánkot a lábamba. Szépen mind a két oldalon meglátszik. A középen, amikor bement, meg a másik oldalon kivették. Elmegyünk a rádióba, hogy felolvassuk, amit követeltünk. Egy gránát előttem felrobbant, nem sebesültem meg, de azóta gyenge a szemem. Én azt hittem, hogy ellőtték az orromat, de olyan kötés volt, amit átvérzett, mert levehettem volna, de nagyon tetszett nekem az a véres kötés. Moziba voltam azon a napon, és néztünk egy filmet, és hallottunk, hogy lövöldöznek, és csodálkoztunk, hogy mi van. Amikor kijöttünk, akkor mondták, hogy hát a fiatal srácok mentek tüntetni. A választ Kalasnyikov volt, ráüklőtek.
Aztán reggel fölkeltünk, azt mondja a srác, hogy a rádióban lövöldözés volt. Este, akkor jöttek a bányászok, hogyha magyarok vagytok, tartsunk velünk. Beálltunk a csapatba, mindenki énekelt bányászokkal, minden. A nevelők azok velünk jöttek, hogy vigyázzanak ránk. Volt egy páncélos laktanya Gyöngyösön. Elmentünk oda, és követeltünk, hogy álljanak hozzánk a katonák, és egyszer csak ágyúlövések történtek, és akkor mindenki kezdett hátrálni, de azért nem mentünk el. Senki se tudta, hogy mi lesz. Mindenki izgult. Hát én akkor felkaptam a Rákosi címet, úgy átdobtam a szomszéd házba, ott volt egy cukrászda, a Perényi cukrászda, sokkal kevesebbért fiatal gyerekeket elfogtak, megvárták, míg 18 évesek lesznek, és akkor ítélték el őket. Elértük azt, hogy adnak egy tankot, ledönteni a szovjet emlékművet. Ha jött a tank, nagyon nehéz volt ledönteni azt a kurva emlékművet. Hát akkor a végén aztán mégis sikerült, akkor mindenki boldog volt. Vége az orosz hatalomnak. Francia himnuszt adtad a rádión, ezért Lozampan de la patria, le jour de gloire est arrivé. Nem lesz a tőke, úr, mi rajtunk elvész, az ki a múltnak él. Amikor kitört a forradalom, mentünk mindjárt a főiskolára. Már a főiskolás úgy csinálták a balét. Kerestünk az ávosokat, akik rosszat csináltak. Összegyűltünk ott lenne főiskolásokkal, és akkor mentünk, és amikor ők mondták, bedobjam ide a granátot, az kész. Ha valaki ávos volt, mind megérdemelte. Ő vétengettük, tört ki a forradalom, meg minden. Szegény volt az ember, és utálta a kurva rendszert, nem? Mikor megmondták, hogy ki fogunk, vissza fogunk bolulni, én úgy voltam, hogy megadni nem adom meg magamat. A puskámra írtam a nevemet, címemet, akkor ráírtam Pro Patria, Pro Liberta. Vártunk, egy teherautó felvesz bennünket, és elvisz Pestre. Estére járt már, és az utcán teherkocsikba forradalmárok, piros-fehér-zöld zászlóval lefel. Én először voltam Budapesten az életemben. Corvin moziba aludtunk az első éjszaka. Aztán mentünk a csoporttal, adtak nekem egy dobtáras, géppisztoly. Kezdtek lőni, pár perc után egy ember elkapott. Azt mondta, fiatal vagy, meghalni, gyere velem. El voltunk veszve. Beérkeztek a tankok, na mondom, Sándor, belőle sose lesz se film operatőr, se semmi. Fiatalok voltunk, valamit kell csinálni, mit kell csinálni. Voltak, akik elmentek Pestre, szereztek fegyvert, hát mi nem tudtunk fegyvert szerezni, hát akkor majd mit csinálunk. Hát akkor nekiültünk és elkezdtünk röplapokat gyártani. Iskolai füzetekből téptük ki a lapokat, általános sztrájkra buzdítva az embereket. Már azt hittük, hogy minden jó, megnyertük a forradalmat, visszamentem Gyöngyösre. Körül volt zárva a főtér. Én akkor kezdtem félni, hogy valami baj lehet, és elhatároztuk a Gyurkával, hogy lelépünk, mert úgy gondoltuk, hogy talán elkapnak bennünket, és elvisznek Szibériába. Kossuth Lajos azt üzente, elfagyott a regimentje, ha még egyszer azt üzeni, mindegyünknek el kell menni. Azért mentem el. Akkor kezdett a forradalom, akkor a bátyám megkért, hogy hát Pestről vigyem a katonai leveleket Budára. És akkor elkaptam a labdát, és akkor elmentem Budára vele. Jött egy teherkocsi, és akkor volt két-három gyerek. Azt mondták, dobd a labdát, akkor dobtam nekik a labdát, és akkor visszaadták a labdát, de nem ugyanaz volt, amit én adtam. Kicserétek a labdát. Már üres volt. Így mentem egy hónapig. Ott volt a rendőrség, a ávosok, meg az oroszok, de mivel labdába mentem, hozzá voltak szokva, és sosem mondtak semmit.
nagyon fiatal voltam. Hány éves voltál, amikor elmentél? 13 éves. Akkor még kamasz fiú voltál, nem? Hát se úgy az. Hány évesen jöttél? Még most is az vagyok. Most is? Hát, 15. Mikor Ausztriába léptem, akkor lettem 17 éves. Haza akartam menni, meg nem is. Arra attól féltem, hogy elkapnak. Kinn voltam a mókilátónál. Az volt a hír, hogy meghaltam. Az anyám, apám keresett a halottak között. Igazából nem mondtam nekik, hogy elmegyek. Nem volt búcsú. Eltároztuk, hogy nem szólunk senkinek, és megyünk. December 10-én délbe léptem át a határt. Osztrák a Deutschkreuz. Hát amikor leverték a forradalmat, akkor zsebre dugtam a két kezemet, és elindultam a határnak, a jugoszláv határnak. Főiskolások mind eltűntek, utána találkoztam párral Kanadában. Lassan, óvatosan elértünk a határra. Akkor az oroszok közeledtek, akkor volt időm megcsókolni az anyaföldet, és menni. December 4-én? Igen. Itt mentél át Ausztriába? Itt a valahol. Azóta hátul már Ausztriához tartozik. Arra átmentünk. Hogy éppen arra vagy ottan mellette, nem tudtunk semmit. Nem tudtunk beszélni, nem tudtunk semmit. Hogy mi lesz, meg hogy lesz, meg mint lesz. Sajnáltam én anyámat ott, hogy ide el kellett menni. Az anyám is mondta, inkább menj el. Inkább lássalak később élve, mint most a halottan. À Gap, dans les Hautes-Alpes, arrive un train spécial chargé de 1200 réfugiés hongrois qui ont trouvé refuge en France. 1200 hommes, femmes et enfants auxquels l'accueil officiel et la chaleur de l'hospitalité française ne sauraient faire oublier une patrie encore déchirée par de sanglants combats, mais qui trouveront ici le moyen de se rebâtir une existence. Le cauchemar s'achève pour ceux-là qui ont tout perdu en retrouvant la liberté. Nem volt ragyogó Franciaország sem, és nem tudott segíteni senkin. Akinek nem volt munkája, nem kapott segít, megdöglött, senki se törődött vele. De így voltak a franciák is. Voltak franciák, 1000 meg 1000 számra akkoriban, az utcán laktak a hidegben, nagyon hideg tél volt 56-ban. Szóval nagy volt a nyomor Franciaországban, és még a franciáknak sem tudtak segíteni, hát akkor nekünk mit segítettek volna. És te is aludtál utcán? Hát persze. Miután utolsó helyemről kidobtak, egy éjszak aludtam a híd alatt, úgy hitták, hogy Hotel de Courander, húzatszálló, sur le pont de Paris. Aha. A párizsi hidak alatt, amikor leszáll az éjszaka, de nem tudom, nem jut eszembe elejétől végig. Akkor tudod el, hogy mondj valami. Sous le pont de Paris, lorsque descend la nuit, la 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 la, Hôtel de Courandel. Sous les ponts de Paris, lorsque descend la nuit, toutes sortes de gueux se faufilent en cachette et sont heureux de trouver une couchette. Hôtel du Courandel, où l'on ne paie pas cher. Parfum et l'eau, c'est pour rien, mon marquis, sous les ponts de Paris, sous les ponts de Paris. Lorsque descend la nuit, comme il n'a pas de quoi se payer une chambrette, un couple heureux vient s'aimer en cachette, et les yeux dans les yeux, pesant des rêves bleus. Jules au partage les baisers de Nini, sous les ponts de Paris. Jules au partage les baisers de Nini, sous les ponts de Paris. Húzatos hotel a hidak alatt. De ez hozzátartozott a párizsi élethöz. Hát igen, nem volt könnyű az élet.
azért mentek haza sokan, vagy elmentek, főleg akik tovább mentek Kanadába, Amerikába, Ausztráliába. Hát nem tudom, mi csinálják, mondom. Mindenből kiábrándultam, az életből, a politikából. Nem volt semmi reményem hazamenni, szégyeltem, és úgy kerültem be valahogy a légióba. Mert... 18 évesen. Igen, igen. Kaptam egy táviratot, hogy azonnal jelentkeznem kell Sidi Belabezba a Colonel Tomásnál. Colonel Tomás ő dirigálta az egész légiót praktikusan. Ő volt a nagyfőnök. És ez 57. januárjában volt. Megérkezek Marseille-ba, lenézek, tele volt magyarral. Csak az volt. Honnan indultunk el? Az erődből, a Szent Miklós erődből. Akkor már láttuk messzire a hajókat, és mindig minden gondolatunk Afrika felé szállt, mi vár ránk ott, mi lesz, mi nem. Itt vagyunk Marseille-ba, a Fort San Nicolába, Arancsony erődítménye szembe, hátunk mögött a magas erődítmény. Itt volt a mi időnkben a légiónak az összegyűjtő pontja, ahol vártuk az Afrikába való utazásunkat. Innen néztük a távolgó hajókat, és álmodtunk a jövőről. Innen Marseille-ből mikor keltetek át először Afrikába? Tudom, de 59. június 1. 60 végén. 60. 60 végén? Én 61-ben. Szép sorozat. Vissza mikor? Vissza 64-ben. 65-ben. 66-ben. Tehát az 5 év után mindenki, egymás után szép sorba így, ahogy most vagytok. Jó, köszönöm szépen. Dos vidánya. Én meg minden áron, amit már 10 éves voltam, a légióba akartam jönni. Ilyen kalandvágyó voltam, és utána meg nekem is volt balém otthon is, és azért ki kellett jönni, hová mentél, nem tudtál beszélni, csak magyarul, az volt az egy szerencse, hogy felvettek légió. És örülök neki, hogy felvettek, így legalább megvan a nyugdíjunk, meg lett az életünk, meg nem maradtunk az utcán, valahova megik befogadtak is. Szívvel befogadtak bennünket, nem? Mint rádiós, mondjuk én sose voltam az élbe. Én mindig a tisztekkel voltam, hát dzsippen, ugye, katonai kocsikon elhelyezve. Úgyhogy én nem, sose voltam éles tűzbe. Én nem meghalni jöttem a légióba, én élni akartam. És sikerült is. És szépen élni. És változatosan élni. Sok kalanddal. Il y a en Algérie 1 million de Français d'origine européenne. Il y a en Algérie 8 millions de Français musulmans. Il y a en Algérie 20 000 rebelles, des musulmans et leurs complices européens. Ils ont assassiné près de 8 000 Français musulmans. Ils ont assassiné 1 200 Français européens. Ils détruisent les biens des uns et des autres.
La méthode hongroise pourrait être appliquée en Algérie. Tirer dans le tas jusqu'au silence sépulcral. Pour nous autres Français, la solution hongroise est une solution barbare qui déshonore celui qui l'applique. La méthode des peuples déportés pourrait être appliquée en Algérie. On déporterait 1100 000 Français européens vers quelques gigantesques camps de triage. On y joindrait les tombes de 5 générations. La solution des peuples déportés est une solution raciste, totalitaire, qui à ce titre nous répugne. Algériába értünk 15 nappal a felkelés után, mert november 1-én 54-ben volt a felkelés, akkor ölték meg a tanítókat, meg minden a farmokon Algériába az arabok, akkor robbant ki Ben Bellával, stb. A francia ellenes háború. És 62-ben ért vége. És 62-ben ért vége. Ezt végig ott szolgáltad Algériában? Végig ott szolgáltam, úgy, mint kiképző. És a tunéziai határa lettem helyezve. Ott egy Section de Reconnaissance, mire kívják, egy felderítő motorozált szakasznak voltam a parancsnoka. És súlyosan megsebesültem az Új-Szudánban még egyszer. Már az utcán is látni lehetett, hogy nagy volt az izgalom, nagy tüntetések voltak. Akkor vittek bennünket a városba, a rendfenntartásra. De Gaulle tábornok, amikor megérkezett, azon így eldöntöttem, je vous ai compris, én megértettem magukat, Algéria, Francia marad. És egy év múlva azt mondta, nem, Algéria szabad lesz. Mindenhol vége volt a kolónia gyarmati rendszernek, és ott is kellett, hogy vége legyen. Algériából akkor már egy dönös voltam, de mi is szabadugrást csináltunk, minket bevetettek, és mi mentünk előre a terepet lenézni. Ne? Elderítők volt. Igen. Algéria száború volt, mint Indokína. Mi volt a feladatunk? Ki voltunk a hegyek között, csináltunk ilyen buglást, meg ambuszkádot, hogy várott, hogy az ellenség jön, már mentek fenn a levegőbe, helikopterek, meg repülők, azt látták, hol van az ellenség, meg hol vannak a csoportok, milyen messze vannak. Akkor jöttek a repülőgépek, azt azok bombáztak, géppuskával. Utána megmentünk mi az arabok után. Fölrobbant a jeep alattatok, és te valami csodával határos módon úsztad ezt meg. Egyedül. Sisakban jövök, és egy izé voltam. Egy balta, egy fejsz, és én olyan bala, hogy megbalantottam. Érted? Hogy hordítottam. És a fejszével a kezd. Majd megmutatom a fényképet. Én ott vagyok 2 gránttal a pisztoly, a gés, és keresek valakit megölni. Meg akartam megölni. Sose fogom elfelelni. Szóval és az az öt ember, az a te embered volt, aki meghaltak? Persze. De Dunkerque à Tamanrasset, en passant par les douars perdus des Djebel, 24 millions d'électeurs et d'électrices se sont prononcés sur l'avenir de l'Algérie. Le bled algérien a ouvert le scrutin du référendum qui devait réunir dans l'ensemble des 13 départements nord-africains une participation moyenne légèrement supérieure à 60%, avec plus de 2/3 de oui. Mikor elhagytuk Marcel Kebirt június 23-án 62-ben.
de akkor már Orán égett, akkor már gyilkoltak, akkor már az arabok öltek, nem tudom hány ezer európait lemészároltak, stb. És mi az utolsó percbe csúsztunk ki, igen. Légiósnak hány élete van, nem? Három? Előtte, közben és utána? Utána találkozunk. Úgy mondják franciául, hogy légionnaire un jour, légionnaire toujours. Egy nap légiós, örökké légiós. Mindenki mondjon egy számot, hány évet töltöttetek? 28. 6 és fél, és büszke vagyok rá. 22. 22. Én nekem összesen van 18 éves szolgálatom, zászlós ranggal, és utána átmentem a reguláris hadsereghez. Ezt a titkos irattárat én a budapesti belügyi archívumban kutattam történészként. És te vagy az első, akinek átadom a saját nyilvántartó kartonodat. Hogy mit írtak rólad ávósok. Miután eljöttetek, mert a légiósokról egy külön parancs volt, hogy minden magyar származású idegen légiósról, aki 56-ban elment, egy külön munkadossziét kellett vezetni. Özenbüró. Folyamatosan nézték, nem tudni, hogy ez egy ekkora dosszié volt, vagy egy ekkora. Téged is annyira figyelt a rendőrség, mint engem? A rendőrséget csináltam. No, ez nem hülyeség. De nézzük meg a tiédet, mit árul el. Ez nem hülyeség. Semmit nem árul el. Csak kivel levelezek. Na, akkor olvasnánk. Dossziéban található francia idei légióba telesített szolgálat többi anyag. Osztályon 1370 szám dossziéban levezetési kapcsolata. Barátja Matus Lajos Sobrán 15. Már az anyámmal nem leveleztem, nem? Már mondták, hogy kerestek ma otthonak, mondom, akkor nem érdemes. És a magyar állampolgárságot el is vesztetted automatikusan? Elvesztettem, amikor még Németországban volt. Aha. Ízé voltam hazátlan, a patrid. Se francia, se magyar, se német. Akkor mindig mondtam, hogy a német vizet kétsőr, akkor német vagyok, egy olasz hármat, akkor olasz vagy. Hát így volt akkor. A franciák erre rálicitáltak? Ők négy sört is fizettek érte? Nem, csak én mondtam, hogy milyen állampolgára vagyok, most semmilyen, apatrid, hazátlan. Hazátlan voltál egészen 1977-ig. 77. 1956-tól 1977-ig. Akkor szóval lettek a hazafiakból hazátlan bitangok. Mi voltunk hazátlan bitangok a Bélával. Kaptam egy szabadságlapot, piros, fehér, kék, sávval rajta, ráírták, hogy kötelező a civil ruha. Ezzel én megérkeztem annak idején a Hegyes-Halomi állomásig, ott volt egy rettenetes, rohadt nagy sorompó, úgy nézett ki, mint egy Grósz Berta ágyú, ami már nálunk nem volt divat, de hát ott még megvolt, beengedtek. Ott is elég sok baj volt, mert össze-vissza telefonáltak, leadtak, hogy vigyázat, itt jön most a egyes számú közellenség, a nemes Sándor, ilyen és ilyen számú kocsival. Úgyhogy a félvilág tudta Magyarországon, hogy jön egy idegen légiós, mert náluk ilyesmi nem volt még. Ezek után otthon már, amikor a családommal voltak, erőltették, hogy bemenjek, föltölték a kocsimat a rendőrség,
hogy menjek be följelenteni azt, aki betörte. Be is mentem, kérem szépen, az éjjel föltörték a kocsit. Semmi gond, semmi gond. Nem arról van szó, kérem. Szóval egy ürügy volt, hogy bejöjjek. Hol volt ez? Szekszárdon, a szekszárdi rendőrségen. Oda lerendeltek Pestről egy ilyen fiatal nyomozót. Elég nyegle volt, és olyan fölényesen kezelt. Mondom, ide figyeljen, fiatal ember. Ne szórakozzon itten velem, és ne beszéljen így velem. Én nem csináltam semmit sem maguknak. Igen, de maga egy hazaáruló. Én mondom, biztos maga ebbe. Én mióta elmettem, én soha semmi rosszat nem csináltam a magyarok ellen. Amit én nem mondhatok magáról, mert maga elmegy az emberekhez, kikérdezi őket, és letartóztatja. És mennek börtönbe. Akkor mondom, tessék letenni azt az útlevelet, amiből játszadozik, mert az nem a magáé, az egy francia tulajdon. És ha valami nem tetszik, telefonáljanak a Mitterrandnak, mivel két szocialista ország között nem lehet differencia. És hát le is tette, és azt mondja, jó van, kérem szépen, a kihallgatásnak vége van. Hát itt lakok Óbányban már vagy 20 éve, mióta leszereltem a légióból. Most jó, hogy megérkeztetek, így legalább tudunk pihálni, megajánlni valamit. Megnézzétek, hol lakok. Jó, hogy itt vagytok. Itt van a garlabán a hátam mögött a hegy, meg itt lakok. Ez az orgonafa. Lilla orgonák, oly busalombotok. Csak ezek nem orgonák, nem meg. Akácok, nem, de ez is szép. Szép rózsa volt meg minden, de most már ősz van, minden lehulli, a levelek lehullanak. Úgy minden, ezek megöregesznek, mi is nem. De gyertek. Sokfelé megfordultál is, persze. Sok feleséged volt. Minden, nem feleségem, csak izé. Asszonyod? Asszonyom, nem. Mesélj erről is. Mesélj, nem tudok mesélni, mert én szerettem mindenőt. Mindenőt szerettem, feketét, sárgát, mindenőt. Kínai nőm is volt, afrikai nőm is volt, magyar nőm is volt, német, korzikai nőm, mindenféle. Nem tudok erről mit mesélni. Feleséged hány volt? Feleségem. Egy van otthon, meg egy Tahitiba. Az volt szép székirányú a Tahitiba. Igen? Szépségkirálynő volt, hát 73-ban, Tahitiba. Há, minden. Aha. A lány, van róla fényképen. Hány gyereked volt? Miről sorold el? Nagyon sok, nagyon egy sok. Szuszra. Ahol voltam, mindenhol van egy gyerek. Na, van? Németországban, Stuttgartban, Korzikában, Calviban, Afrikában, nem egy, hanem több, Tahitiban, mindenhol, ahol voltam. És van otthon Magyarországon is kettő. Két lányod, nem? Két lányom van Sopronban. De unokát nem tobányom van már. Én már déd nagypapa vagyok. Találkoztatok mikor is, melyik évben? A 60-as években. Véletlenül? Véletlenül, igen. Én anyukámmal mentem Párizsba. Találkozni akartunk ott valakivel, és megismerkedtünk, hogy ő magyarul beszélt. Egyébként légiós egyenruhában volt, és az nagyon csinos volt. És így néhány évre rá kijöttem, és akkor kint maradtam. És nem volt könnyű. Elsősorban egy légiós, minimum 5 évig légiós. Van, aki tovább is. Ez így szigorú egység. Ott be van osztva minden még van mondva, ti ezt csinálsz, azt csinálsz, mit csinálsz, hogy csinálsz. És nincsenek kész arra egy civil életre, ahol, hogy mi a civil életbe adódik, az egyszerű hétköznap, hogy elmegyek bevásárolni a gyereket, elkövinni az óvodába, vagy mit tudom én. Ők erre nincsenek főkészülve. Moi, la vie familiale, ça a été impeccable. C'est la vie civile. À l'extérieur, il fallait que ça soit cadré comme à la Légion.
ce qu'il a quitté, il fallait que tout soit cadré. Moi, avec les gosses, avec William, Piroshka, Cataline, aucun problème. Et au contraire, il travaillait le matin, l'après-midi, il venait, il sortait les enfants. Il me soulageait, il allait le jour de congé, il faisait ses courses, il faisait la cuisine, il s'occupait de ses enfants. Pas eu cette chance, mais la vie de l'extérieur, même avec ma vie avec ma famille, il n'arrivait pas à comprendre pourquoi, parce qu'il était toujours encadré avec la Légion, bon, son pays qu'il a quitté bien sûr, que ça lui a manqué, la Légion et moi, ben... Az ajtóba, nincs őr, aki ránk lő, azt sem mondják, hogy hál tőle, állj meg, mert ha nem lövünk, szóval be lehet jönni nyugodtan. 1952-ben, amikor volt az indokínai háború, nekünk adták ezt a birtokot. Ezt a légió saját maga építette, ezt a félkörös épületet. Ez a szobor volt Észak-Afrikában, akkor még nem volt eltörve a keze. Elhozták ezt a szobrot, és a hajón, vagy a hurcolkodás közben eltört a karja. Azt mondták, hogy legjobb lesz, hogy letesszük ide, mert itt a rokkantaknak az intézete van. Azt kellene megnézni jobban, hogy mivel foglalkoznak ezek a rokkant légiósok. Vannak nekik különféle műhelyük, ahol kerámiát csinálnak saját kezükkel, vagy könyvkötéssel foglalkoznak, szóval el legyenek foglalva, és pénzük is van. És magát a légió birtokát és a szőlőjét a légiósok gondozzák? Igen. Művelik? Igen, a légiósok gondozzák és művelik. Szervusz! Örülök, hogy látlak. Hát... Hogy van az egészséged? Hát nagyon jó. Ezt a mesterséget itt tanultál, légió? Itt. Hát én légiós vagyok, ezek mind öreg légiósok, nyugdíjasok. Mind meg kell javítani, úgy, ahogy volt. Ebből van 10 kötet, ez az 5. Kaszanova emlékei? Valaki, igen. Megnézem, van-e banáj? Jó, bevegyünk. Játék valami. Ott vannak a széke. Kint hideg van, nem? Kint hideg van, tényleg hideg van. De nincs nagy zaj bent, hova jönünk be? Majd megnézem, banáj. Je contagio e fatto la niente in sala l'aprigi così la giacera sopra non frigi da volta nessi pici anio me colto mai tempo hat persa. Mert ez... itt most legközelebb két magyar fog meghalni. Igen, itt ez egy nyugdíjház. Hát akkor miért jönnek a nyugdíjházba? A Lakatos meg a Szücs. Ők is már listán vannak. Itt most kórházban vannak éppen. Itt. Lehet tökre iszza magát, nem? Minden héten 25 liter volt. Az, itt a legurult a lépcsőn, össze kék volt.
Aztán engem hívtak, hogy mondom, én nem vagyok, én nem lakok itt, nem hívják a izét a... A mentőt, nem, vagy a infirmerit. Utána a legjobb eszobáraknak oda, mondtam neki. Legközelebb a legurulsz baraknak oda. Mi az? Jóra, íze halottak a trokkák, nem? Hullaház, ez a hullaház, ott nem, jaj. Rajta van a kereszt, ez a hullaház? Hát a fel. Aki ide bekerül, de minden már nem megy. Itt már meghal. Már olyanok, akiknek 900 eurójuk van, itt kifizetnek 750-et, meg van kajalakás, meg ellátás, minden. Civil már megfizetsz 1500-200 eurót. Lehetetlenség civilbe menni. Ide jönni, aki légiós volt. Civil életben én megélek. Én még mindig dolgozok. De én küldök mindig haza, minden hónapban 250-et a lakásért, meg 200-at az asszonynak, akivel együtt élek Sobronban. Ha, Zsano! Doyen de Légion, Svájci, 92 éves. 92 ans. A legöregebb. Hol vagyunk most, Sanyi? Most azon a helyen vagyunk, a szüleim laktak 54 óta, és hát itt laktam én is náluk 56-ig. Hát utána 28 és fél év után megint visszalátogattam. A konyhánk elől volt, itten, ahol mostan a fal, ott a bejárat elől, az volt a konyhánk, itt volt a lakóház, a WC ott volt hátul, volt egy domb, most már nincs az se. Mindennek vége, eltűnt minden. Csak a helye van meg. Csak a helye van meg. Meg te vagy meg. Meg én vagyok itt. Örültek, hogy megjöttem, de ma akkor apám meghalt. De viszont azt mondta az utolsó jogán a öcsémnek, mikor halálos ágyán volt, hogy nyugodtan halok meg, mert a Sanyi az megnősült, rendes vágányra. Na. Szép családom. Vigyázz, bocsánat. Hát ez egy olyan... Na hát, hogy látta, az első gyerekemet látták, a William filmet. És azt mondja, most már rendes vágányra kerültem. Na hát, bocsánat, elsírom magamat. Mindegy gyerek, pedig nem sírok sokat. Valaki fölállt, és akkor azt mondta, hogy na most menjünk el a rádióhoz, hogy felolvassuk a 16 pontot. És akkor a tömeg elindult, és akkor mentünk a rádióhoz. És itt volt még himnuszéneklés? Az elfelejt, világos himnuszéneklés és szózat. Hogy van a szózat vége? Ezt el tudod mondani biztos. Áldjon vagy verjen soskeze, itt élned és meghalnod kell. És így van-e? A vers így van, de ez az igaz-e, vagy nem? Hát itt már sajnos nem élek itt. És azt hiszem, már annyira megszoktam az ottani életet, hogy már nem tudnánk itt élni. Hát máshol is lehet élni, máshol is lehet halni, és attól magyarnak is lehet maradni. És bent még mindig magyar vagyok, az nem változott meg. És azt hiszem, nem is fog. Meghalni meg kell halni. Ez az egyetlen dolog, amit meg kell csinálni az életbe. De én el fogom magamat égetni, és akkor megmondom a lányomnak, hozza ide. Haza? Zsámbokra. Hát ott van a kriptánk. Oda temetkezel? Oda, és akkor hozza el az urnát a feleségemmel is, mert az otthon van nálam. Az otthon van nálam? Igen. Az Algériában született feleségem. Feleségem, igen. És itt fog nyugodni, Zsámbokon. Zsámbokon. Hát 44 évig voltunk házasak.
azt nem lehet letörülni. Hát én készülök visszajönni véglegesen Magyarországra, még ebbe az évben lehetséges. Még szeretnék kint dolgozni legalább egy 6-7 hónapot, hogy valamit összegyűjtsek, és többen jöjjek vissza. Itt születtem meg az anyám, és itt van eltemetve, és itt szeretnék meghalni. Jó napot, jó napot! Misi bácsi, Engem nem érdekel. Robi, Egy pillanat. Amíg ő nem szét, akkor itt van legyen. Szervusz! Az egy pastőr jönnek. Mit iszol? Mit iszol te? Elég sört iszok, igaz, bort iszok te. Nekem egy kis pohárra, egy kis fröccsöt kérnék. Egészséget mindenkinek. És ide jártok ti is piacra, hogyha bevásárolni kell? Otthon? Az az, hogy vásárol van. Te nem? Én nem vásárolok. Én bevásárolok itt. Ami nekem tűnne. Jancsi, itt vagyunk Angyalföld kapujában, a Lehel téri piacon. Utoljára mikor jártál erre? Legutolsóra 56 előtt. Tényleg? Hát majdnem 60 éve. Rá ismersz? Na mit szólsz, milyen kolbász szag van? Milyen? Ja. Oh. Vesz egy kenyeret. Kenyeret akarsz? Vesz. Az ott van a kenyér. Olyan kenyeret nem akarsz venni, ott nézd milyen sok van. Jó, jó. Tehén? És ezek mind tehén sajtban? Nem. Van. Jó sajtban, kezdve sajtban. Más íz, mint amit szoktál lenni? Franciaországban más íze van? Pisztrán. Emlékszel? Ez patakban van. Ja. Fácsán. Vadnyú. Fang. A kukoricán. Ettél pattogatott kukoricát, meg főtt kukoricát gyerekkorodban? Igen. Szeretted? Azt nagyon szeretem. Akarunk, menjünk fel egy kicsit, gyere. A tutanó a legfelső szintre megyünk. Lalala. Nézd, na nézd, látod, több a fény. Plus de lumière, mer lift. Ott volt a szeme, mindig kis fián. Itt minden elő, múltam hozzá felé. Mert én itt születtem. Ez a hazánk. Ott az egyetlen régi ház. Nem emlékszel rá? Nézzük csak meg, gyere. Ezt megnézzük. Én szerintem valahol itt laktál. Valahol itt laktál. Úgy nézem meg, hogy ez a jó ember 56-ban ment el, és itt lakott a Párkány utcában utolsó helyen. Igen. Bizony. Azt keressük, hogy hol lakhatott. Valamikor itt volt egy vashíd. Igen? Igen. Na, az a híd, látod? Az a híd, és ez volt a pályaudvar. Ez volt a pályaudvar. Itt volt a felüljáró, és igen. Itt volt a pályaudvar. Igen. Na, mit szólsz, Duna? Itt van Spátai agy. Hogy vagy, Duna? Rég nem láttuk egymást. Mindig dolgoztam, egész életemben. Valaki azt mondja, hogy nincs munkája, mindig volt munkám. Sose voltam. Akkor szegénységben éltetek, nem? Anyád egyedül nevelt. Anyám volt meg én. Akkor megérkeztünk Franciaországba,
Akkor én már 13 és korosban kerestem. Sose volt szerencsém. Az élet az ugyanúgy, mint a seggberugás. Ha sokat kapsz, akkor hozzászoktam. És te kaptál eleget? Igen, pláne a légióban. Hát igen, ezek nehéz választások lehettek mindig. Kit hova sorolnak, jobbra vagy balra megy, a menekült táborba, a légióba, aztán másutt is. De hát életben mindig megtanultam úgy, hogy amikor egyedül, mindig előre mentem. Vagy az első voltam, vagy a legjobbakkal voltam. Mi volt a legjobb, ha visszaemlékszel, hogy az egész életedben mi volt a jó? Máma. Ma? Máma, visszajöttem Magyarországba. Isten hozott, jó vagy itt vagy. Visszajön? Na, már két hajó. Egyből kettőt, versenyezni kimegyen. Aha. Deux bateaux concurrents. Melyik a gyorsabb? Én erre a feketére tettem. Járom az utam, s üdj rá a szám. Bár sok a hibám, itt mindenki szeret. Mert én itt születtem, ez a hazám. Kocsival megyünk, gyerekek? Kocsival? Megyek veled? Mert elég messze van szerintem. Hova megyünk? A temetőben. Jó. Menjünk oda a rodakhoz. Emeld fel már a földi húzod. Álljatok be ide. Így. Anna van, más. ...1956-ban mi fiatal gyerekek voltunk, harcoltunk a szovjet hatalom ellen, a tankok ellen. Az egész világ tapsolt bennünket, de nem adott segítséget. Leverték a forradalmat, az egész világ sajnált bennünket, és megértették, hogy a mi harcunk a világ szabadságáért történt. Albert Camus írt egy gyönyörű szöveget 56 emlékére, aminek az a címe, hogy a magyarok vére. Nyomorúságunk, láncaink és száműzettségük ellenére királyi örökséget hagytak ránk, melyet ki kell érdemelnünk, a szabadságot, melyet ők nem nyertek el, de egyetlen nap alatt visszaadtak nekünk. Hopó! Köszönöm, Moni Tervéri. Köszönjük szépen. Ebben a temetőben voltak barátaink, 56-os kamaszok. Hát van sok magyar név, azért jöttünk ide, mert itt vannak magyarok, akik velünk voltunk. Igazi magyar szívek. Hát próbáljuk megtalálni a nevüket a keresztfákon, sírjaikon. Nem énekeltünk, vagy tudja bele. Hol béreltet ki a sírodat?
Már rezerveztem. Ott leszek. Ott az elején? Első sor? Ó, nincs kereszt, nem? Csak egy oldatnál meg egy csillagot. Téged nem is temetnek ide, meg kidobnak. Nem kell engem ide temetni. Én Magyarországra megyek vissza. Nagyon dagadt van, nincs hely. Én hazamegyek, hogy meghalni. Nem itt találok meg. Préparez pour la poussière. Attention pour la poussière. Envoyez. Ciao. Vala Biburda. Pour les gens à ciel, les fils et les dorins. Pour le belge, il n'y en a plus. Pour le belge, il n'y en a plus. Cessons de tirer au cul. Pour le belge, il n'y en a plus. Pour le belge, il n'y en a plus. Cessons de tirer au cul. Erőt, egészségek, főzászlós úr. Ez ugyanaz a banda. Két évvel idős. Két év. Mindenki a banda. Nekem meg halkabban kell mindig beszélni, mert mondják, hogy kicsit süket vagyok. Te mindig süket voltál, nem? Na, hát persze. Ezt meg majd elosszuk. Hát akkor, Laci bácsi, Isten éltessen sokáig közöttünk. Olyan boldog. Csinálom. Igen. Egészségedre. Együtt. Igyunk kicsit jó barátok, az élet úgyis tovasszál. De viszont nevetni fogtok, mikor néha így összeülünk, olyan emlékek tűnnek föl, amit tulajdonképpen naponta már el is felejtettünk. Ez így van, igen. És amikor be volt rúgva, emlékszel? Hát arra emlékszel. De te nem emlékszel, mert te volt. De milyen vacsorát csinálta Tamás? Hát grillezett. Már nem, igen. Volt minden, avokádó. Extrák voltak. Igen, olyan nagyon delicious volt. És gyorsan voltunk, mikor nálam két órán keresztül fényképeztetek a régi összes fényképeimet. Én meg, hogy el tudják, de orrát kellett betenni a kolonella. Tényleg? Hát a Nova Béla, ez a historiás, jön, hogy csinál, ezt. Igen, és hova mész, miért mész, hogy kicsinál? Hova mész? Megyek Korikába, hova nem tudom. És mi van, ha azt mondja az ezredes, hogy ne menjél sehova? Maradj itt a keramikba, és csináld a cukrokat. Nem mondja? Tetszik vagy nem tetszik, megyek. Akkor jó van. De, bocsánat, fiú, hol van a barát? Az intellektő. Akivel ben vagyok, a isztvár. Ott le vagyok fényképpen. És ő. Szecskó. Szecskó, történész. Igen, a történész. És történt. Historia. Dizájn. Hát a Tibor, igazoltam van távol, mert nagyon sajnálta, mondta, hogy nem tud jönni, ő nem tud utazni. Olyan betegsége van, amivel nem utazhat. Most Laci bácsi mesélne egy olyat, amilyet még ti se élhettetek meg, mert hogy Laci bácsi egy nemzedékkel majdnem idősebbként, még 46-ban állt. Minket Kádár Leventének hívtak ők. Ja, igen? Ez volt a különbség a két légiós nemzedék között? Indokinaiak azok hortisták voltak, meg minden. Én mind meg Kádár Leventék. Az én civil életem két szóban. Ahol én civil voltam, ott nem volt fényképezőkép.
Érted? Nem volt fényképek. Nem volt fényképek. És gyerekkoriak sem maradtak? Pont azok nem. A fogság. Mentem a lukamba imádkozni. Kiraktam szent képekkel. De a gyomrom nem volt semmi. Érted? És 13 hónapot nyomtam. 15 éves voltam. 13. De több tízezer ilyen fiatal Levente diák volt. Persze, hát tele van. Akik a francia, először amerikai, aztán francia hadifogságban. Igen. Félmillió ember. Félmillió ember volt. Táborban. A három táborban. Szóval én voltam a legfiatal, mert akkor voltam 15. Jé, bácsi, akkor ezt tisztelettel átadom, ott van a fényképetek, nem csak a tiéd, mindenki másért, Tamás is ott van. Bizony, 4 éve, amikor elkezdtük ezt a filmet csinálni, nem ott én, a... Nem ott bőgtem. Nem így bőgtem el magam. Ez egyik. Aki most nem tudott eljönni. Nagyon-nagyon örültünk neked, és remélem, hogy lesz alkalmunk még, hogy folytassuk egyszer. A most már. Ja. Igen? Úgyhogy akárhova ment, mindig... Валяди Буда, валяди Буда, уре за засяне си селе дома, уре венча на брю, уре венча на брю, се сонети в окю, уре венча на брю, уре венча на брю, се сонети в окю. Сонети в долину, сонети на скалте, и пасоти дево, Буда му си волно, köszönöm szépen! Srácok! Éljetek sokáig! Kívánj nekünk jó hajózást! Jó! Majd megmondjuk az odaátiaknak is. Örülök! Köszönöm! Márki bácsi kárta! Örülök! Köszönöm! Örülök, hogy láttam! Vigyázz magadban! Mit kaptál? Itt hagylak! Jövő évben hazamegyek Magyarországon! A karácsonykor még éljél. Biztosan. Jó. Szervusz. Isten mellett. Sose jöttem ide. Nem voltál még itt? Mi a neve ennek a földnek, ennek a darabkának? Kors, azt mondják, hogy Kors. La Kors. Elég szép fogadtatás, nem? Igen. Napfelkelte Korzikán. Itt kell lenni a szűzlányoknak fehér ruhába, és girlandokkal, és sorbálni, hogy... Fogadjanak minket, méltóan. És Sanyi, a te lányod hol van most? Itt pont Fiszkóban. Ott fenn a... Valahol itt a radarállomáson. A tengerészetnél dolgozik. Tengerészetnél radar. És minket is figyel le, hogy... Minket, hát figyelik a hajónkat is, és összeköttetésbe lépel. Hát érzi, hogy az apja közelítek. Ezt tudja. A tulajdonképpen. Tudja, hogy akkor ott... nekünk most szabad utat ad a kikötőbe. 67-ben voltam itt utoljára.
Hello. Szava. No, hát, megérkeztek. Szervusz, Sándor. Megérkezett, szervusz, Béla. Megjöttük nagy messziről. Szervusz. Szervusz. De először én, aztán majd jönnek a többiek is, az öreg fiúk, a veteránok. Előre küldtek engem, hogy nézzünk körül nálad, mi fogad. Ja. Van ja. Elég hűtött söröd? Tényleg van itt minden, általában szokott lenni. Igen? Na jó. Általában szokott lenni, és a vendégek általában mindig meg vannak elégedve. Na jó. Gyönyörű házad van. Dehogy gyönyörű. Ezt úgy kellett összeizzadnom, kérlek szépen. Több mint 20 éves munka után. Tényleg? Úgyhogy nagyjából azért hát elég komfortos, meg hát mivel most már egyedül élek, elég nagy is. Úgyhogy elég tágasan vagy. Aha. Elég nagy a ház, úgyhogy van mit takarítani. Úgy látom, hogy szép citromligeted van itt hátul. Hűha. És ezeket is te ültetted? Igen, igen. Igen, hát ezek majd karácsonyra fognak megérni. Itt is még a szomszédban mekkora ligetek. Na hát ezek azok a bizonyos fekete lábúak, ugye? Hát ezek nagyon értenek ehhez. Tényleg? Jaj, igen. Az mit jelent, hogy fekete lábúak? Schwarze Fuß. Pied Noir. Pied Noir. És honnan? Algériából jöttek igen, át? Igen. És mikor? Hát 62-ben, amikor kirúgták őket, ugye? Azt mondták, hogy a valíz vagy a szerköly. Igen. A bőrönd, lehetett választani. Lehet választani a bőrönd és a koporsó között, úgyhogy. Igen. Hmm. És a feleséged is korzikai volt. Korzikai volt, igen. Igen. Na, majd hát róla is beszéljünk. Jó, akkor menjünk tovább, sétáljunk. Hát rég vártam ezt az alkalmat, mert ugye most találkozunk először, de 5 éve levelezünk, telefonon tartjuk a kapcsolatot, és te vagy a magyar légiós veteránok közül az, aki nem Provence-ban élsz, hanem Korzikán. Úgy van. Mióta is? Te először én Algériából érkeztem ide 62-be. A háború után? Igen, amikor hát a francia hadsereg és a légió elhagyta Sidi Bélabest. Én voltam az elsők között, az első hajóval, a hajónak a neve Trio volt, amikor végigvonultunk Bastia utcáján és Corté utcáján, Amsulepol, ugye fegyver a vállon énekelve. A lakosság megdobált minket rizsával, ami a bienvenue, ugye, annak a jele. Az Isten hozott. Az Isten hozott, szóval szokták megdobálni a fiatal házasokat is, amikor kijönnek a templomba. Aha. És hát utána elkerültem a pancélosokhoz Algériába vissza, utána elmentem Tahiti szigetére, és amikor leszereltem, akkor megismerkedtem a feleségemmel. Én utána elkerültem Párizsba, akkor jött föl az asszony, hát ott voltunk 2 évig, és akkor jött a feleségemnek a nosztalgiája, az ő Ildamur, ugye a szerelem és a szeretet és a szépség sziget után. Ez mondom, akkor jó van, gyerünk ide. Ez a két kis unokám, a lányomnak a gyerekei. Nevük? A nagyobbik, a Lélia. Hmm. És a kisebbik, a Laura. Na és itt van a lányom, az Elizabeth. Itt van a Lélia, és itt van a Laura, újszülött. A unokáid. Aha. A két unoka, és itt a férje. Az a vejed, ugye? Igen, a Abraham. Abraham? Abraham a neve. Honnan ő egy Réunion szigetéről származik. Hmm. A fiadról itt nem láttak képet. A fiamról itt gondolom, nincs kép, majd csak ez van itten. Tessék. Aha. Alexandra. Az a Sándor. Ez is egy Sándor. Most itt a feleségem, a Josette, és ez pedig, ez a fénykép, ez Vincennes-ben volt, nem tudom, voltatok-e ott? Én voltam, igen. Fort de Nogent. Igen. Ez itt csak nem egy légiós öltönyöd itt. Ebben fogunk felmenni holnap. Calvi-ba. Hát persze nagy ünnep lesz.
a Fett de Saint-Michel. Szent Mihály, igen, a Szent Mihály az a zejtőernyősöknek a védőszentje. Két szépen a francia zászló, itt csak meg kell fordulni, szépen benézünk, ne is akkor itt körbeállunk. Itt van, tessék, itt van a kiegyenlő, gyere csak ide, Tamás Gyuri. Így jó, tervusztok gyerekek, hát Isten hozott benneteket itt ebbe. Hát lehet találni. Igen, első osztályú légiós nagy. A neve? Fejes, ez itt van, szerzsánsebb, törzsőmester. Na itt a tasnádi. A másik kettőt nem, azokat nem tették fel, mert nem repesek voltak. Nem voltak a repnyők. Azért. Az egyik az öt... Hát jóformán egy napon van, jóformán egy napon halt meg mind a három. Hát ilyen, mi a rendfokozata? Ide volt, őrmester. Őrmester. Molnár, ott van egy Molnár. Itt vagyunk az 56-os magyar légiósokkal, hadd mutatkozzam be. Mira vagyok. Lukács Ervin. Ervin. Örömmel hallottuk, hogy tanította itt az újoncokat légiós dalokra. Légiós dalokra, igen. Ön mióta van itt kávéban? Én 2002-ben léptem be a hadseregbe, donk 2002. novemberben érkeztem ide az ejtőernyősökhez, és azóta itt szolgálok. 13 éve kávéban. Igen. Igen, igen, igen. Nagyon szép. Aha. Na, és hogy érzi magát itt? Szuper. Igen? Szuper. Nem kemény a szolgálat? De kemény, mindig is az lesz, de hát önkéntesek vagyunk, ezt választottuk, és büszkék vagyunk erre. Vannak más magyarok is? Vannak, igen, igen, igen. Igen, sokan? Vannak, minden században előkerül 5-6 magyar. Magyarországiak, vagy máshonnan? Magyarországiak, erdély magyarok és szlovák magyarok. Ön honnan való? Én udvarhelyi. Erdélyből van. Magyar, éreztem az intonáción. Ez a hely, ahol most éppen vagyunk, ez a, az a része az ezrednek, ahol amikor behozzuk a fiatal légiósokat, ők itt töltik el az első 2-3 hetet. Ott van a hangár esetleg, ha később oda tudunk menni, ahol megtanulják mindazt, amit amikor kiugrik az ejtőernyős a repülőbért és leesik a földre, mit kell az 50 másodperc alatt csinálni, utána meg bukfencezni. A repülő az hátul egy makett, tehát eredeti transzálból van kiszedve az összes kábel meg az ülések, tehát mikor beülnek, pont olyan,
úgy érzik magukat, mint egy rendes repülőbe, mert a biztonsági övtől elkezdve a székek, tehát minden, meg a belső része is egy rendes kazában. És egyszerű. És mindig kell énekelni? Hát énekelni most már nem a repülőbe. A repülőbe kellett énekelni, és mondták, hogy hangosabban kell, mint a motor. Igen. És most mindig az utolsó megkapja a rúgást? Segbe rúgást? Kapnak. Akkor jó. Vannak. Akkor nem sokat változott. Az on position go, az nem változott. Go. Igen. Érti. Qu'est-ce que tu fais avec ton parachute ventral que t'as encore ton dorsal dans le dos? Qu'est-ce que tu fais avec le parachute ventral? On commence par se déséquiper. J'ai dit déséquipez-vous. D'abord. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ça, ce n'est pas ce que j'ai montré. Ça, ce n'est pas la position de réintégration. Dans ces deux logements, c'est-à-dire le rectangle métallique et la pochette textile. Voilà ce que j'ai montré. Hát Korzika szigetén, Korte városában vagyunk. És akkor megérkeztünk, romokba állt minden, és a város nagyon szívesen átadta a légiónak ezt a citadellát, hogy hozza rendbe. Annak idején 62-ben egyik az első fényképeim Korzika szigetén. Itt álltam ezen a helyen, fehér képibe, és vártam, hogy mikor mehet egy kimenőre. Ennyi jár az egész. A rádiós fülkém az itt volt ennél az első ajtónál. Ez az épület, ez szintén megvolt, és főleg ami jellegzetes, ez a két fémből épült barak, amelyeknek nagy része Afrikából jött, ahol a légiósokat szállásolták. Azért is ilyen sárga épületek, hogy egy színben legyenek a homokkal, a szaharai homokkal. Hát ebbe mondjuk én 2 évet voltam, de nem panaszkodott senki azért. Mások nehezen értik ezt a dolgot, de az ilyen veteránok, ez egy ilyen zolándok hely, igen. Tudod? Itt aludtam utoljára, 66-ban. Most próbáljuk ezt a mi kis turnénkat így befejezni úgy, hogy hát a legérdekesebb dologgal, ugye, amit a francia úgy nevez, hogy visite du bordel, ugye, megvizsiteljük a kupleráit. Hát legalábbis azt a helyet, ahol volt. Meglátogassuk. Az utolsó látogatásom alkalmával, ez nem kupleráj volt, mert azt már nem volt szabad mondani. Maison de la culture, kultúra ház. Ja, hát itt voltak a bejáratok, a különböző szobákban, itt voltak elhelyezve a csajok, és hát ide jöttek föl. A srácok, volt egy kimenőlapjuk, permission spektak, permission nui, esti vagy éjszakai kimenő, bemutatták, itt ült egy őrmester vagy törzsőrmester, elkérte a passzust, ott volt mellette a szanitész, mutasd a farkad, bekente. Fegyvervizsgálat. Igen, igen. Hú, te ilyen izé vagy, ilyen óvatos vagy. És jó van, mehet. Ez így volt, tudjátok. Na, ennyiből áll ez a történet, és azt hiszem, hogy ebben mindent elmondtuk. Hát körülnézünk azért egy kicsit. Hát, ha maradt egy. Akkor. Mikor fiatalok voltunk, itt voltunk. Emlékszem, amikor ide jártunk, igen, de nem, már nem tudom miért. Na? Hello? Hey, a 700-át! Te! Hú, de jó vagy! Olyan szép kék vagy, mint egy schlumpf. Nem baj. Ja, te is nagyon szép. Az a helyzet.
mint Óbányban is, ott is voltak gondok, ott is kapkodni kellett, és ott is minden sikerült azért. Ez a fő. Na. Gyertek, én átadom a széket. Nagyon szerettem volna veletek lenni, de sajnos. Azt tudom. Szervusz. Szervusz, Tibor. Sajnos. Valakarom megköszönni, hogy hát elintézted, hogy haza tudjak menni Magyarországra. Hát igen. Azóta nem láttalak el. Nagyon szépen köszönöm. Minden jól megy. Igen, de jövő évben hazamegyek örökre. Magyarországra? Igen. Hát az is megéri. Hát egyedül vagy? Igen, talán... nem csak egyedül vagy. Egyedül, akkor jobb. Ja. Jobb hazamenni. Ott voltam kétszer. Igazad van. És van valami nyugdíjad? Van. Hát akkor... Azért teszem félre most ebbe az évben, utána meg hazamenni. Remélem, hogy addig még fogunk találkozni. Jó, még tartunk. Minden jót kívánok. Én is. Elfoglalom a királyi széket. Szervusz, Tiborkám. Rám bízták az üvegborodat, hát remélem, hogy nem kapok tengeri betegséget, hogy kiígyam utána. Meg is szukasztott, egy jó vasorával, hogy próbálunk csinálni hozzá egy gulyást, vagy egy börtöntet, valamivel belerosztanak. Majd ami sikerül. Mindjárt átadom a helyet, a királyi ülést. Szervusz. Találkozunk majd neki. Ez a Tamás. Szia, Tibikém. Hogy vagy? De régen nem láttalak ma. Hát nem is öregettél meg, ma látom, olyan fiatalnak tényleg. Ne hazudj te, ne hazudj, azt nem jó. Hát nem te, és te hát, nem... Jól nézel ki. Hát nem emlékszel, hogy én hol lakok? Szakarami. Úgyhogy ez nem vagy letiltva, gyere csak, amikor akarsz. Drága Tibikém, puszillak. Szervusz, Tibikém, szervusz. Szervusz, Tamás. Szervusz. Halló, szevasz, Tibi, légy jó. Ja, és elsüllyed a hajó, akkor mit csinálom? Nem, és valahogy meg kell halni, Tibikém. Persze. Én nagyon sajnálom, hogy nem lehettem ott, de gondolatban veletek voltam, és köszönöm szépen, hogy elhívtál, és láthattam a csapatot, a többi is állat. Te? Jó van, Tibikém. Mit mondjak még? Puszit nem kapsz, búcsúzok mindenkivel, haverok is, mindenki, a stáb is, mindenki üdvözöl. Légy jó, mint halálig. Meg lesz. Lóg a nyelvem, gyerekek, mit iszunk? Iszunk valamit? Egy kis bort, egy kis pálinkát, egy kis sört. Csak vizet. A vizet nem szabad, mert megrúzsálsz. Untig elég esett. Még ne ízélj most már itt nekem. Il avait de grands yeux très clairs, où parfois passaient des éclairs, comme au ciel passent les orages. Il était plein de tatouages que j'ai jamais très bien compris. Son cou portait pas vu, pas pris. Sur son cœur on lisait personne. Sur son bras droit un mot résonne. Je sais pas son nom, je ne sais rien de lui. Il m'a aimé toute la nuit, mon légionnaire. Et me laissant à mon destin, il est parti dans le matin plein de lumière. Il était mince, il était beau, il sentait bon le sable chaud. Mon légionnaire, il y avait du soleil sur son front. Il mettait dans ses cheveux blonds de la lumière. Je rêvais pourtant que le destin me ramènerait un beau matin mon légionnaire.
s'en irait loin, tous les deux, dans quelque pays merveilleux, plein de lumière. Il était mince, il était beau, on l'a mis sous le sable chaud. Mon légionnaire, il y avait du soleil sur son front qui mettait dans ses cheveux blonds de la lumière.